you get from worry. There are blues that you get from pain. And there are blues when you're lonely for your one and only. The blues you can never explain. There are blues that you get from longing. But the bluest blues that be are the sort of blues that's on my mind. Én Olive Neal-t játszom ebben az előadásban. Ő igazából egy bárban dolgozott táncosként régebben, de nagyon szeretne színésznő lenni. És ez a végére egy pár előadás erejéig sikerül is neki kielnie ezt a vágyát. És tulajdonképpen nekem is nagy vágyam volt az, hogy zenés dologban játszam. És azt hiszem, hogy a kollégáim is nagyon jó partnerek ebben. Ha már nem is ma játszódik a darab, de azok a kérdések, amikkel foglalkozunk, azok igazából akár ma is lehetnének. Tehát az, hogy valaki színésznő akar lenni, és hogy ez sikerül-e neki, vagy valaki szeretne írni egy darabot, ami reméljük, hogy jó lesz. Ezek olyan vágyak, vagy esetleg egy régi színésznő, aki szeretne visszatérni a szakmába, amik mai nap is bármikor előfordulhatnak bárki életében. A gengszterek nyilván már nem annyira, de azt is át lehet élni, hogy ők mit élnek át. Az egész látványvilága szerintem csodálatos, a jelmezeimben pedig iszonyú jól érzem magam. Pilinyi Márta volt a jelmeztervező, és nagyon együtt tudtunk dolgozni, és bármi, hogyha úgy alakult, ami nekem nem annyira tetszett, vagy nem annyira állt jól, akkor azt átvariáltuk, vagy mondjuk olyan részem volt kint, amit biztosan nem akartam, hogy az látszódjon, akkor azt eltakartuk, és mégis közben annyira látványos lett az egész, hogy körülbelül nem kell csinálnom semmit, mert a karaktert meghatározza az, hogy milyen ruhákban van. Nagyon hálás vagyok, hogy eljátszhatom ezt a szerepet, főleg ugye most, hogy igazából én nemrég tértem vissza a szülésből, és így, hogy azért kimaradt 5 év, amíg nem voltam a pályán. Most azt hiszem, hogy ez megint egy kicsit így visszaránt. Nagyon jó volt végre főszerepet próbálni, végre tényleg minden egyes pillanatban ott lenni. Nem aludtam éjszaka, gondolkoztam a szerepen, hogy lehetne még izgalmasabb, vagy még viccesebb dolgokat kitalálni. Úgyhogy én mindent megtettem, hogy a közönség jól érezze magát. From home.